város legfontosabb eseményeinek összefoglalóját, a Pécs TV híradóját látják. Köszöntöm nézőinket! 1981. júniusában írták le először azt a különös kórképet, amely az első éces megbetegedést jelentette. Ma a világon körülbelül 36 millió HIV pozitív ember él. December 1-e az AIDS világnapja. Napjainkban az AIDS elkerülésére egyetlen mód van, a megelőzés. A betegség fertőzött vérrel is terjedhet. De mit tesznek azért, hogy ez ne fordulhasson elő? Minden egyes véradó, ha többször is ad egy évben, minden egyes véradó után a lehetséges legkorszerűbb módszerrel levizsgált. Ez a vizsgálat a vérellátó szolgálatok keretén belül 1986. június 1-je óta általános. Csak összehasonlításképpen 85-ben kezdődött a világban a rendszeres, rutinszerű AIDS-szűrés a véradók között, tehát a magyar egészségügyi kormányzat gyakorlatilag semmiben sem maradt el a tőlünk nyugatra dolgozó kollégáktól. Ha a HIV vírus bekerül a szervezetbe, a segítő T-limfocitát a bejutott vírus szaporodása után elpusztulnak. Ennek következtében az immunrendszer nem tud a kórokozó mikroorganizmusok a különböző daganatellenes sejtek ellen védekezni. Milyen teszt segítségével lehet kimutatni a HIV fertőzést? A szűrővizsgálat, amelyet egy országos elbírálás alapján a szakmai grémium döntése alapján használunk, az Abbott harmadik generációs tesztje. Ez gyakorlatilag valamennyi szubtípust, ami, tehát az AIDS variációt, ami Európában előfordul, vizsgálni képes. Sajnos van olyan időszak, amikor még a fertőzés nem mutatható ki, de a vírus már jelen van a szervezetben. Az az időszak, ami a fertőzés pillanatától ennek az ellenreakciónak, videkezési reakciónak a kialakulásáig eltelik, ez eléggé változatos, részben egyéntől is függ, de 6-7, illetve 3 hónap között lehet mondani ezt az időt. Egy problémára szeretném felhívni a figyelmet, sajnálatos módon Pécset az anonim AIDS szűrés lehetősége megszűnt, és félünk attól, hogy azok, akik eddig oda mentek, mert tudták magukról, hogy rizikocsoportba tartoznak, tudják azt is, hogy véradás kapcsán biztos megcsináljuk a tesztet. Nagyon kérjük az embereket, hogy ezért ne adjanak vért. Az AIDS terjedésében az emberi felelőtlenség játssza a legnagyobb szerepet. Azonban az egészségügyi felvilágosítás, a szűrővizsgálatok biztosítása, a fertőzöttek ellátása már a társadalom felelőssége. Az AIDS világnapjához kapcsolódóan, mint szerte az országban, Pécset is szerveztek felvilágosító programokat, többek között az 508-as számú szakmunkásképző intézetben, hiszen mint az a felmérésekből kiderült, a kellő ismeretek hiányában a legveszélyeztetettebb a középiskolai korosztály. Magyarország egyelőre még az enyhén fertőzött országok közé tartozik. Az anonim szűrés megszűntével csak becsléseink lehetnek a HIV fertőzöttek számáról. A szakemberek 3-4 ezer főre teszik számukat. Az AIDS legújabb hulláma Kelet-Európát fenyegeti, elsősorban az intravénás kábítószer használat elterjedése miatt, így egyre fontosabb a felvilágosítás, a megelőzés, főként a középiskolás korosztálynál. Az ország, hogy talán így rossz szóval mondjam, Európába készül, és az európai adatok 95-97 évben egyértelműek, hogy a legveszélyeztetettebb korosztály Európában, az Európai Unióban a gyermekek. Ott fordul elő az AIDS a korosztályra vetítve a legmagasabb számban, megelőzve a 20-49 év közötti korosztályt is. Az 508-as szakmunkásképző intézet tanuló létszámát tekintve 1760 diák tanul itt, második legnagyobb a megyében. Így nem véletlen, hogy az AIDS elleni világnap egyik legnagyobb pécsi rendezvényére itt került sor. A nagy létszám is indokolja, de ezen túlmenően ez a korosztály indokolja elsősorban, hogy ilyen nagy rendezvénynek helyt adtunk, ugyanis ez a korosztály az, amelyik felvilágosítással még megelőzheti a bajt. Ennek a korosztálynak a szexuális szokásai még nem alakultak ki, tehát azzal az ismeret átadással, ami itt a mai napon is történik, talán sikerül jó irányba befolyásolnunk a gyerekeinket. A rendezvényen a filmvetítések, kötetlen beszélgetések mellett átadták az AIDS elleni világnap rajzpályázat díjait is. A megyei ANTS a jövőben rendszeressé kívánja tenni a programot.
A Steinmetz Endre orvos professzor emlékére alapított díjat minden évben születésnapján, december 1-én adják át a megyei kórház arra érdemesnek ítélt dolgozójának. Ma délután 3-an részesültek ebben a kitüntetésben. Az 550 ezer forintot 14 évvel ezelőtt Steinmetz professzor lánya, az alapítvány létrehozója adta a kórháznak. Azzal a céllal, hogy kamatait és a díjjal járó Martin Ferenc által készített emlékplakettet minden évben annak a minimum 10 éve az intézményben dolgozó orvosnak, ápolónak vagy ellátási munkatársnak adják, akit a kuratórium arra érdemesnek ítél. Az alapítvány szabályzata az bizonyos értelemben, akkor még ez nem volt olyan elterjedt dolog, a Nobel Society-tól vettük a tanulságokat, ne vegyék nagyképűségnek, egy randomszerű közvélemény kutatás után 3 tagú kuratórium, aminek én vagyok az elnöke, dönti el, hogy ki kapják. Az első díjat dr. Stark András, a Mentálhigiénés Intézetünk vezetője kapja, régóta itt dolgozó főorvos a kórházunknak. A második díjat Kassai Károlyné, az Egyes Belgyógyászati Osztály vezető főnővére, szintén körülbelül 30 éve dolgozik kórházunkban. A harmadik díjat Tasiné, az élelmezés vezetőnk, aki több mint 20 éve dolgozik nálunk, és hála Istennek jól okoztunk. Az ünnepség végén a résztvevők a megyei kórház falán elhelyezett Steinmetz Endrét ábrázoló domborművet koszorúzzák meg minden évben. Ha eredményesen működik a Duna-Dráva-Száva eurorégió, akkor komoly kormány segítségre számíthatunk, mondta Kékes Ferenc, a szervezet soros elnöke, a megyei közgyűlés elnöki tájékoztatóján ma délután. Itt hangzott el, hogy a már megalkult bizottságok mellett a hétvégi konferencián kiegészítették a szerződést, miszerint egészségügyi, szociális, környezetvédelmi és nemzetiségi bizottságokat is létrehoznak. Az együttműködésben résztvevők abban egyetértettek, hogy a legfontosabb feladatok közé tartozik az úthálózat fejlesztése, a Pécs-Pogányi repülőtér bővítése, illetve újabb határátkelők megnyitása. A pécsi erőmű RT néhány éve arculatot váltott. Igyekeznek magukat emberközelibbé tenni, és ehhez minden lehetőséget megragadnak. Egyre több olyan programot szerveznek, amely a kicsiktől a nagyokig minden korosztály számára érdeklődésre tartatnak számot. A programsorozat néhány héttel ezelőtt kezdődött a Konzumáruházban az energiakerékpárral. Mostani akciójuk elsősorban a diákoknak, fiataloknak, pedagógusoknak szól, lehetőséget adva nekik, hogy megismerkedjenek az erőmű technológiájával és környezetvédelmi törekvéseivel. Mi az, amit itt most ők megtekinthetnek? A tegnapi nap folyamán 50 pedagógusnak adtunk egy tájékoztatást az erőmű tevékenységéről, szakmai munkájáról, és megismertettük azokkal a lehetőségekkel őket, amelyeket a tanórai oktatás során nyugodtan használhatnak. Mindebben nagy segítséget nyújthat az a nemrégiben létrehozott bemutatóterem, amely tájékoztatást és egyben oktatási célokat is szolgál. Ennek a teremnek a használatának a lehetőségét adtuk a pedagógusoknak. Itt vagy az erőműben, amit eddig láttál, bár most végül is kihúztunk téged onnan a bemutató teremből, azért már biztosan vannak benyomásaid róla. Milyen? Hát így gigantikusnak, szóval nagyon nagy benyomást tett rám ez a hatalmas méret, meg így még így közelebbről nem láttam, de most nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy szóval nekem nagyon tetszett. A programok elsősorban az érdeklődőknek szólnak, de azoknak is, akik eddig nem tudták, hogyan történik az energiatermelés. Aki ide eljön, az nyoman követheti azt a folyamatot, amint a szén villamos és hőenergiává alakul. Újabb fejezetéhez érkezett a Rózsadombi bevásárlóközpont környékének története, és úgy tűnik, még közel sincs vége. Nem, hogy javult volna a dombon, de átmenetileg, és bízunk benne, hogy csak átmenetileg romlott a helyzet. Miért? Hát igen, itt a Matavertinek nemzetközi, illetve körzethálózati kábelei vannak, amit a területen ki kell váltanunk az áruház építésének következtében. Ezt a munkát előreláthatólag december közepéig be is fejezzük. A hálózatkiváltási munkálatok befejezésével az eredeti áldatlan állapot áll vissza. Változatlanul hatalmas a sártenger, beomlik a fal, eltömítődik a szűkre méretezett víznyelő, és az áruház nem mindenki számára egyformán megközelíthető. Ha nagyobb mennyiségű csapadék esik le a tél folyamán, az megfagy, és a sárfal, melyet nem fog meg semmi, táblákban dőlhet le. Kinek a tulajdonában van ez a terület? Telek,
az, amin az áruház áll, az ugye az Élker RT tulajdonában, jól tudom, de a többi az az önkormányzat tulajdonában. Kinek mi a feladata erre a területre vonatkozóan? Elvileg az Élker RT-nek, aki az építési engedélyt kérte, annak valamit előírt az építési hatóság. Tehát itt nem tudom, hogy támfalat írtak el, vagy füvesítés, de területrend betétele az építkezés befejezése után, aki az építési engedélyt megkapta, ilyen esetben az Élker RT, neki kell rakni ezt a területet. Jelen pillanatban igaz, hogy mi kezelésünkben van a területnek egy része, de tőlünk kezelői hozzájárulást, ugye minden építkezéshez kell kezelői hozzájárulást a közterületet érintő munkavégzés során kérni, a terület kezelőjétől, jelen esetben a közüzemi RT-től, ez nem történt meg. Gyakorlatilag mi felszólítottuk őket arra, hogy ezt a területet rakják rendbe. Ez körülbelül másfél hónap ezelőtt, vagy pontosan az átadást után, átadást követő egy héten belül. Tehát gyakorlatilag minket az műszaki átadásra se hívtak meg. Addig, amíg nincsen egy hivatalos megállapodás kettőjük között, semmilyen felelősség nem terheli önöket? Hát elvileg nekünk csak a felszólítási kötelezettségünk van, hogy istőni őket, hogy rakják rendbe a területet. Tehát rendezett állapotba adják vissza. Az Élelmiszerkereskedelmi Részvénytársaság, mint megtudtuk, a maga részéről befejezetnek tekinti az ügyet, hiszen mindent megtett az itteni állapotok helyreállítására, és egyébként is fölösleges szerintük túllihegni a dolgot. Nos, nem tudom, ugyanígy vélekednének-e, ha minden nap itt kéne eljárniuk. A mai napon az önkormányzat 4 bizottsága is ülést tartott. Munkájukról rövid képes összefoglalónkban adunk számot. A Környezetvédelmi és Kommunális Bizottság legnagyobb horderejű kérdését a Pécsi Tömegközlekedési RT új autóbuszokkal való ellátása jelentette. A bizottság azt a javaslatot támogatta, mely szerint 20 új járműre van szükség. A döntés a közgyűlés kezében van. Kölcsönkérelmek, részletek fizetése, OTP és egyéb lakáshitelek átütemezése, mindezekről a Lakásfejlesztési Bizottság szakemberei tanácskoztak. A bérlakásgondok enyhítésével a Büntetés Végrehajtási Intézet és a város között megállapodás született, így hamarosan jobb minőségű lakásokat is tudnak majd biztosítani az arra rászorulóknak. A jogi és ügyrendi bizottság csupán 2 kérdést tárgyalt. Egyrészt előkészítették a december 10-i közgyűlést, megvitatták a napirendi pontokat. Másrészt meghosszabbították a POFOSZ megyei szervezetének helyiségbérleti szerződését, így az elkövetkezendő egy évben is a Béri Balog Ádám utca 3 szám alatti házban maradhatnak. Parázsló vita robbant ki a sportbizottság tagjai között a Pécs TV sport műsorainak támogatása kapcsán. A diák és szabadidős sportműsorok támogatásáról végül nem döntöttek, csak a szándékról, miszerint támogatják a javaslat előterjesztését a közgyűlés elé. Kedves nézőink, most pedig legfrissebb tőzsdei információink következnek a Duna Invest jóvoltából. A vonalban dr. Bújtár Zsolt, befektetési tanácsadó. Üdvözlöm! Jó estét, köszöntöm a nézőket! Hogyan zárt ma a budapesti értéktőzsde? A budapesti értéktőzsde hetek óta a legnagyobb esést produkálta a mai nap folyamán. Ez azt jelenti, hogy a Bux Index 367 pontot, azaz több mint 6%-ot esett, és 5609 ponton zárt. A vezető részvények közül kivétel nélkül mindegyik esett. Az esés igazából a nap végére erősödött fel, szinte minden papír óriási eladói nyomás nehezedett, és alig volt vételi ajánlat. A legnagyobb vesztesek közül kiemelném a TVK-t, Borsodkemet, Richtert, amely több mint 8%-os esést produkált a nap folyamán. Történt valami rendkívüli esemény? A rendkívüli esemény ezek a papírok, amiket említettem, több mint 8%-os esést produkáltak, aminek hatására 15 percre fel kellett függeszteni a kereskedésüket, mivel ez az utolsó negyed órában történt, így már nem is került sor a továbbiakban kereskedésre ezekre a papírokra, valamint az alapkerámiára és a nabira is, melyek szintén 8%-ot meghaladó esést produkáltak. Ezen kívül még a Filaxia részvénye volt az, amelyik több mint 20%-ot esett, és ezért egész napra fel kellett függeszteni a kereskedését. Köszönöm a jelentkezését. Én köszönöm viszont. Kedves nézőink, most pedig lássuk, hogy miről ír a holnapi Dunántúli napló. Autópályák és hidak avatása és temetése. A közlekedési tárca új 600 milliárd forintos útfejlesztési koncepciójából kimaradta a Mohácsi hídépítés, a Szekszárdi viszont elsőbséget élvez. A déli autópálya is csak akkor épülhet meg, ha lenne magánbefektető, aki a költségeket vállalná. Az M6-os út 2008-ig várhatóan csak Budapest és Dunaújváros között lesz kész.
A legfrissebb és nem hivatalos adatok szerint megyékben több mint 3000 olyan általános iskoláskorú gyermek él, akinél náthaként, kötőhártyagyulladásként vagy aszmaként jelentkezik az allergia. Baranyában és Pécsett az országos átlagnál jóval nagyobb az ezekben a betegségekben szenvedők aránya. A legújabb vizsgálatok szerint az allergia örökölhető. Komlón a vasúti kőszállítási a jövő. A bányabezárás után sem szűnik meg a Komló-Godisa vasúti szárnyvonal, bár a személyforgalom már elenyésző, a város vezetői, valamint a MÁV szakemberei is úgy gondolják, a vasútvonalnak csak a kőszállítás miatt is működnie kell. Erről is más érdekes írásokról olvashatnak majd a holnapi, tehát a szerdai Új-Dunántúli naplóban. És most pedig lássuk, hogy milyen időre számíthatunk a nap visszalévő részében. Éjszaka borult lesz az égbolt, a déli szél megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -2 és 0 fok között alakul. Holnap napközben felhős borult időre számíthatunk, időnként ónos szitálással. Reggel sem melegszik fel a levegő, marad a -2 és 0 fok között. Kedves nézőink, önök a Pécs TV híradóját látták. Maradjanak továbbra is velünk!